Projektzáró rendezvény a Táncsics 17 számú tagóvodában, búcsúztató hely készül, bajnok lett, a lökhárítóban utazott a kutya. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. október 25-én 18 óra 5 perckor. Megtartotta a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics 17-es úti tagóvodája az immár hagyományossá vált Lovas vagyok hely a Paripám Pej elnevezésű projektzáró rendezvényét. Stábunk a program részleteiről Nagy Tiborné óvodapedagógust kérdezte. Az óvodapedagógus elmondta, hogy a rendezvény fő célja, hogy a gyermekeket megismertessék a kun hagyományokkal. A lovakkal, a régi kun nomád lovas nemzet és a magyarság történelmével, valamint a kunok életmódjával. Természetesen az óvisok életkori sajátosságainak megfelelően, mindezt játékos formában. Ez már évek óta hagyománnyá vált óvodánkban. Ezen alkalmakkor meghívást kapnak a családok, az iskolákból a tanítónénik, más óvodákból a kedves kolléganőjünk, és minden más kedves érdeklődő vendéget nagyon nagy szeretettel várunk. Lovas vagyok hely projektünkben a gyermekek a lovakkal ismerkednek, a régi kun nomád lovas nemzet voltunk, ez a múltunkkal, a magyarság múltjával ismerkednek, a kunok életmódjával, és az állatok világnapjához kapcsolódik másik oldalról e projektünk, így az állatok szeretetére, az állatok iránti pozitív érzelmi viszony nevelésére szeretnénk a gyermekeket irányítani. Óvodánkban két csoport működik, mindkét csoportban vegyes összetételben vannak a gyermekek, mind a két csoportunk, tehát óvodai szintű rendezvény a mai délelőtt. A nap folyamán volt még kézműves foglalkozás, amit a gyermekek és a szülők együttesen is végezhettek. A program végén szülő és gyermek élményekkel gazdagon térhetett haza, várva az óvoda következő élménynyújtó rendezvényét. A közeljövőben, a holnapi nap során kerül megrendezésre a Kejfej Jancsi sportvetélkedőnk, majd azt követően a lépésről lépésre óvodai programmal dolgozó óvodák számára, gyermekei számára a barangoló rendezvényünk, mely a Györfi István Nagykó Múzeumban kerül megrendezésre. Majd november közepén az Óvi Gála, mely szintén intézményi szintű rendezvényünk. A régi életveszélyes csőzház helyére az ókatolikus temetőbe új ravatalozót épít a katolikus egyház. A részletekről Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsost kérdeztük. A régi csőzház életveszélyessé vált és funkcióját is elvesztette. Lebontása után egy búcsúztató helyet szeretne ott az egyház kialakítani. Egy régebbi történet, hogy a csőzház eléggé áldatlan állapotban volt, és balesetveszélyessé is vált, és ez volt a nagy kérdés, hogy ugyan mi legyen vele, hiszen már funkcióját vesztette, tehát most már oda nem költöznek egyetlen egy család sem. Ugye régen, amikor volt a csűsz, akkor az ugye a családjával kényelmesen el volt, és azt gondolom, hogy úgy köztiszteletnek örvendhettek, szerették őket, és rendben tartották a temetőket, de mivel ott sem víz, hát illetve víz van, de a fúrt kút, és nincsen áram, semmi más, tehát azt oda kellene külön vitetni. Tehát mindenféleképpen lebontásra került a csőzház. Ezt is régóta terveztük már. Ez már megvalósult, úgy lehet látni, és helyére szeretnénk egy olyan búcsúztató helyet. Én szeretném, hogyha minél hamarabb ezt el tudnánk kezdeni. Meglátjuk, tehát ugye a isteni gondviselésre is számítunk, hogy mihez lesz majd lehetőségünk, meg adottságunk, hogy ezt megtudjuk. Mert hogy ugye nekem laikusnak nem egy olyan nagy dolognak tűnik, hiszen három fala van, meg tetőszerkezetet helyezünk rá, de ugye ezt is engedélyeztetni kell, minden engedélyhez van kötve, mivel hogy ez alatt emberek fognak tartózkodni, és ezért volt a földvizsgálat, hogy a talajnak milyen a szerkezete, hogyan kell majd bevasalni, mi az, amire fontos van, tehát ezeknek már megvannak az eredményei.
De hát nyilván a törvényszerűséget nekünk is, meg a jogszerűséget követnünk kell, tehát ezeket szem előtt tartjuk, és nyilván azért itt lesznek majd tartó oszlopok, amik tartják a tetőszerkezetet, és minden más, tehát hogy nekem laikusnak olyan könnyűnek, meg egyszerűnek tűnik, de amikor ténylegesen oda jutunk, majd akkor derül ki. Azért nem ravatalozót, mert ahhoz hűtőkamra és más funkciók is kellenek. A ravatalozó és a búcsúztató hely között az a különbség, hogy a ravatalozónak külön engedélyeztetési terve van, amiben hűtőkamaráktól meg minden más egyéb dolgok kell biztosítani, tehát mi ezt nem tudjuk, tehát ez nem ravatalozó, hanem olyan búcsúztató hely, hogy mint amikor máskor is, akár sírpartról, amikor temetünk, de nem sírpartról, hanem egy viszonylagosan méltó helyet. Én szeretném, hogyha egy szakrális jellegű tér lenne, aminek a látványterve körülbelül látszódik, még ez nem a kivitelezési terv, körülbelül így fog kinézni, és a különböző véleményeknek a megkérése már megtörtént, a statikai terv is elkészült, kivitelezési terv most van folyamatban, de szeretném, hogyha minél hamarabb meg lenne, tehát a tervek, ha elkészülnek, akkor utána szeretném, ha minél hamarabb hozzá tudnánk kezdeni majd az építkezéshez. A tervek elkészülte után hozzá kezdenek az építkezéshez. A 10 millióból eddig 4 millió forintot tudott a plébános a hívekkel erre összegyűjteni. A többi szeretné támogatásból előteremteni. Valójában nem egy olyan nagy dolognak tűnne, de azért mégis minden költséget jelent. Tehát most ilyen előzetes számítások szerint 10 millió forintba kerülne. Ugye ez minden munkálattal együtt. És itt hát számítok minden jellegű segítségre, meg támogatásra. Idáig a lakossággal, meg a hívekkel több mint 4 millió forintot tudtunk összegyűjteni, tehát ebből még nem tudjuk a kivitelezést teljes egészében megvalósítani, de bízom benne, hogy még a vállalkozókat szeretném megszólítani, és hogy mi kapunk olyan jellegű támogatást, amivel valóban ez a terv meg tud valósulni. A területet majd körbe kerítik, és a temetés idejére nyitják ki. Ez körülbelül egy olyan 120 négyzetméter leburkolt területet jelentene, és az is, tehát el lenne kerítve, tehát lenne egy kisebb kerítés, amit azt jelenteni, hogy egyébként zárt lenne ez a terület, és akkor, amikor temetés van, akkor ezt ki tudjuk nyitni. A tervek között a későbbiekben urnafal elhelyezése is szerepel. Olyan funkciója is lenne majd a későbbiekben, de majd meglátjuk, hogy az anyagiak mit engednek meg, hogy szeretnénk, hogyha urnafalat tudnánk elhelyezni bent is a két oldalfalon, bent is, illetve körülötte is, tehát egy kicsit a tető kijebb nyúlna majd legalább egy méterrel, amiatt, hogy urnát viszonylag kényelmesen el tudjunk helyezni. Lévainé Kovács Róza a Kaposváron megrendezett tájfutó rövidtávú országos bajnokságon első helyen végzett, így 60-65 évesek kategóriájában országos bajnok lett. Lévainé Kovács Róza intézményvezető helyettes tájfutóként évtizedek óta hozza a sikereket. Legtöbbször terepen erdőn mezőn át versenyez. Éppen ezért kihívások számára a belvárosi versenyek, ahol nem csak a gyorsaság, hanem a gyors döntésekre is szükség van. Kezdetben én nem szerettem ezeket a városi futóversenyeket. Engem zavart az, hogy ott emberek vannak, és látják, hogy én mit csinálok, vagy jól, vagy rosszul, és én egy darabig teljesen el is zárkóztam ezektől a versenyektől, míg a kedves edzőm rá nem beszélt, hogy próbáljam már meg mégis. És akkor sikerélményem volt, kedvet kaptam rá, és azóta elég sok versenyen indultam, és szerencsére jó eredmény. Eredményeket is sikerült elérni. Ennek is megvan a maga varázsa. Nagyon figyelni kell, gyors döntéseket és igényel, és gyorsan kell futni. Míg erdőben hosszabb átmenetek vannak, a pálya is általában hosszabb, egy normál, közép vagy hosszú távú bajnokságon, versenyen. Itt a rövid távú versenyen rövid szakaszok, sok ellenőrzőpont, gyorsan nézd meg a térképen, hogy hol vagy, hova mégy, milyen akadályok vannak közben, hol tudod azt kikerülni,
tiltott területek, mert nyilván nem gázoljuk le a virágos kerteket, és ilyen ehhez hasonló dolgok. Itt sok esetben egy rossz útvonal választás, gyors döntéssel hozott rossz választás is lehet, hogy jobb, mintha sokat tétovázok rajta, és esetleg úgy választok egy jobb átmenetet. Tehát gyors döntés, meg gyors láb kell hozzá. Most a Kaposvár belvárosában megrendezett országos bajnokságon szüreti mulatság, és egy esküvői menet is közbeesett a pálya útvonalába. De ez sem térintette el a koncentrálásban, így jó gyors döntéseket sikerült meghoznia, és első helyen végzett. Kaposváron volt a magyar bajnokság, rövidtávú országos bajnokság, ez Kaposvár belvárosában zajlott. Külön nehézséget jelentett, hogy azon a hétvégén a városban lakodalom, esküvő volt, és hát az esküvői menetet is kerülgetni kellett alkalmanként. Akkor rendezték a Méz Fesztivált, volt Mékirálynő felvonulás és egyebek, és hát ez is színesítette a versenyünket, tehát elég a természetes akadályok leküzdése mellett azért volt még feladatunk, hogy a különböző rendezvények résztvevőit is, mint akadályokat kikerüljük. Azt is megtudtuk, hogy edzője Lévai Kálmán tanácsát megfogadva egy kis alvásra is volt ideje, míg várakozott a rajtra. Utólag gondoltam végig, hogy most nem volt bennem különösebb druk. A verseny előtt úgynevezett karantén van, tehát körülbelül a rajtidő 3 órakor volt, 3:30-ig mindenkinek be kellett érnie egy bizonyos zárt területre, és onnan nem lehetett kilépni, mert közben akkor már a futóversenyzők pályáját lehetett volna követni, és jogtalan előnyhöz jutottak volna. Tehát ebben a zárt karanténban egy iskola épületében, udvarán voltunk, és míg várakoztunk, arra, hogy sorra kerüljek, úgy szépen leengedtem, még el is aludtam. És nem sokkal azelőtt ébredtem föl, hogy indulnom kellett, bemelegítettem, beálltam a rajtba, és időm se volt arra, hogy most én izguljak, és valahogy olyan természetes módon jött minden, és csak utólag eszméltem, hogy se nem izgultam, se nem foglalkoztam most még annyira sem, mint máskor azzal, hogy hol vannak a versenyzőtársaim, aki előttem, aki mögöttem indult, hogy látok-e valami, senkit nem láttam, nem figyeltem, azt sem tudom megmondani, hogy mi zajlott a városban, tehát valami teljes ilyen függöny. És valószínű, hogy most ez kellett ahhoz, hogy sikeresebb legyek. Idén még néhány nagyobb rangos verseny vár rá. Októberben középtávú országos bajnokság lesz, és a szívem csücske novemberben Velencében lesz Olaszországban verseny. Tavaly dobogós voltam, 2. helyet sikerült szereznem. Bízom benne, hogy most is jól tudok teljesíteni, lesz még majd ezen kívül néhány kupaverseny is. Fortuna vehette oltalmába azt a kutyát, amelyet egy autó ütött el Kecskeméten. A szerb rendszámű gépjármű vezetője észrevette ugyanaz ütközést, ám nem állt meg, hogy vizsgálódjon, tovább folytatta az útját. A kutya így a lökhárítóba szorulva utazott Szolnokig. Őt egy nagy sebességgel ütötték el valószínű, tehát egy 100 fölötti sebességgel, mert ahhoz, hogy így be tudjon szorulni a kutya, tehát ahhoz nagyon nagy ütés kellett. Ha kisebb ütést kapott volna, akkor valószínűleg maga alá gyűri az autó, de így mivel, hogy egy nagy sebességgel kapta el a kutyát, így ugye rögtön összetört a lökhárítónak az eleje, vagyis illetve azok a díszrácsok, amik igazából nem fognak semmit, és ezek a vékony kis rácsok eltörtek, és ugye így tudott beszorulni közé. A sofőr az egyik tiszaligeti hotelben szállt meg, és bár a parkoláskor már szembesült a helyzettel, mégsem hívott segítséget. A négylábú még egy teljes éjszakán maradt az autó fogja. A kollégák vették észre egy parkolóautónak az elején, hogy be van szorulva az autóba a kisállat, és szerszámokkal ugye szétvágtuk az autót, és így tudtuk kiszabadítani a kutyát.
A szálloda munkatársai azonnal értesítették az állatvédőket. Jött egy vendég, igen, szerda este megérkezett, és csütörtökön távozáskor a kollégák a parkolóautóba vették észre, hogy ott van a kutya. Úgy tudjuk, hogy a vendég tudott róla, hogy ott van a kutya, de ezzel nem igazán törődött, tehát tovább akart menni, természetesen ezt mi nem engedtük. Felhívtuk az állatvédőket, állatorvosokat, egyeztettük az időpontot, és így utána, miután kiszabadítottuk a kiskutyát, elvittük állatorvoshoz. A kutya kiszabadításában egy karcagi férfi segített. Ő nem kívánt a kamera elé állni, de elmondta, hogy még ilyet ő sem látott. A riadt, sokkos állapotban lévő állatot a hotel dolgozói orvoshoz vitték, csodával határos módon nem esett komoly baja. Szegény annyira be volt szorulva, hogy nagyon mozdulni se tudott, ugatott, úgy láttuk, hogy nem vérzett, majd miután kiszabadítottuk, akkor is láttuk, hogy úgy jó állapotban van, sokot leszámítva, ami őt érte, illetve hogy az egész éjszakát ugye ebbe az autóba szorulva töltötte. Arról nem beszélve, hogy ugye Kecskeméttől jött idáig ott az autó elejébe. Elvittük az állatorvoshoz, sokkos állapotban volt természetesen, nagyon meg volt ijedve, de szerencsére csodával határos módon nem tört el semmije, vérzés, semmi nem látszódott rajta, kapott 3 injekciót, evett, ivott utána, úgyhogy nagyon, nagyon jól megúszta ezt a balesetet. Csip volt ugyan benne, ám azt nem regisztrálták, így a gazdáját még keresik. Én elkezdtem szervezni a kutyának a mentését, a gazdakeresését, közben az itteni dolgozók, azok elvitték ugye orvoshoz. Ott megtudtuk, hogy a kutyának hál' Isten semmilyen komolyabb baja nincs a sokkon kívül, és a babézián kívül. Babézia gyanús volt a kutya. A szálloda munkatársai vigyáztak rá egy rövid ideig, ám idéglenesen a szolnoki városi állatotthon fogadja majd be. Remélhetőleg van otthona, és mi hamarabb hazakerül. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagypunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!